Kedves hallgatóink, a következőkben egy újabb könyvet mutat be nekünk Gomkötő Gina, a Vörösmarty Mihály könyvtár munkatársa, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Ma egy ö, sikerkönyvet hoztam. Valeri Perin másodvirágzás című meglehetősen terjedelmes könyvét szeretném az olvasóknak ajánlani. Már a kötet borítója is rettenetesen hívogató, egy gyönyörű lila rózsaszín virág van a boríton látható kép előterében, és azt aztán a háttérben pedig elmosódottan ugyan, de ott a könyv legfőbb helyszíne egy sírkert, egy temető. Hát én egy kicsit gyanakodtam, amikor kiderült, hogy mekkora sikert aratott ez a regény, ami most eljutott hozzánk is, és hát egy csapásra sok olvasón kezdett iránta érdeklődni. Hát nem, elkezdtem tűnődni, hogy nem túlzás -e ez a hírverés, megesik, hogy sokszor agyon dicsérnek egy könyvet. Nagyobb a híre, mint a Nagyobb tartalom. Nagyobb a híre, igen, mint a tartalom. Egy kicsit gyanakodtam, mert ez egy ilyen, egy ilyen romantikus könyv ígérete, ez a borító, és hát persze semmi bajom a romantikus könyvekkel, csak nem szeretem a szirupos romantikát. Tehát, hogy féltem, hogy talán ennek tudható be a siker de hát alaposan tévedtem. Valeri Perin könyvét 26 nyelvre fordították le, és Franciaországban is több mint egy millió példányban kelt el. Olaszországban pedig a 2020-as karantén idején a legnépszerűbb olvasmánynak számított. A Vörösparti könyvtárban is több példány van a regényből, de hát csak előjegyzést tudunk rá felvenni, úgyhogy már előre mondom, mielőtt az olvasók, a kedves hallgatók, a felmenőimet kezdenék szidni, hogy hát ha nem elérhető, akkor miért ajánlom. De én tudom, hogy vannak olvasóink, akik listákat hoznak, és akkor azt szerint válogatnak, amit hallottak, ezt is mondták, hogy az talán érdekes lehet, és akkor ezekről a listákról, ahol gyűjtenek olvasmányokat, hát elő lehet jegyezni a könyv példányait. Egyébként én is így jutottam hozzá, hogy kivártam a soromat, és ez a biztos egyébként, ha előjegyzésünk van, mert akkor előbb-utóbb ránk kerül a sor tehát kellemesen csalódtam ebben a könyvben, hiszen nagyszerű olvasmányban volt részem. Tehát vannak olyan könyvek, amiket nehéz félretenni, abba hagyni, mert a történet szinte beszippantja az embert, és ez a 600 oldalas regény is ezek közül való. A karanténa, a kényszerű bezártság idején talán nem véletlen, hogy sokan olvasták, mert egy magával ragadó történet, ami hát eltereli a gondolatainkat a jelenről, meg a saját gondjainkról. Ugye jól esik beletemetkezni, és egy egészen más vidékre, és más emberi sorsokra fókuszálni. Ugyanakkor persze ez a kötet tele van fájdalommal, és furcsa sorsokkal, emberi tragédiákkal. Amit a szerzőről tudni lehet, hogy 2015-ben jelent meg Franciaországban az első regénye, a Vasárnap kordusai, és bár azzal is több irodalmi díjat nyert, ez viszont nem jelent meg még magyarul. Tehát a, az igazi sikert, ez a másodvirágzás című kötete hozta meg számára, és ez jutott el hozzánk legelőször. Most utána néztem, hogy itt készültem erre a beszélgetésre, és úgy tudom, hogy ez az első könyve, ami szintén irodalmi diakat nyert, ez az idére várható, valamikor májusra ígérik. Tehát megérkezik megjelenik. Magyarországra ez is? Igen, megjelenik nálunk is. Azt viszont tudjuk, hogy mielőtt Valeri Perin e, irodalommal kezdett volna foglalkozni, fotós volt. És aztán 2006-ban találkozott a világhírű filmrendezővel, Claude Laloux-sal, akivel egy párt alkotnak, és hát azóta nem csak fotósként dolgozik filmforgatásokon, hanem forgatókönyvíróként is közreműködik. De ez a másodvirágzás, ahogyan már említettem a borító kapcsán, egy különleges helyszínre repít bennünket, egy temetőbe. Tehát önmagában is elég bizarra gondolat, hogy milyen lehet egy temető közvetlen szomszédságában élni, sőt egy temető gondoki feladatait ellátva egyenesen az ott kialakított szolgálati lakásba költözni. Hát nálunk talán ez nem szokványos, de hát Franciaországban vagyunk, egy kisvárosban. És hát tudjuk, hogy egy sírkert is lehet szép, vagy gondozat, Ez fontos ahhoz, hogy az ember az elhunyt hozzátartozókhoz kilátogatva egy megnyugtató és harmonikus környezetben tudjon emlékezni. A főszereplő Violet, a középkorú asszony, aki láthatóan kifejezetten szereti élni, az ő temetőjében, ahol rendet tart, nem hagyja gondozatlanul sem a temetőkertet, sem a saját a külvilágtól gondosan elzárt veteményesét. Azt is megtudjuk már az elején, hogy a férje Filip 19 éve eltűnt, de ő nem is kerestette, a kapcsolatok már rég kihűlt, hogy miért ért vele mégis olyan sokáig erre is ad magyarázatot, ahogyan ő mondja, mert az intézet is lányok kevéssel is beérik. Fiatal lányként egy pillanat alatt beleszeretett a férjébe Filipbe, akit a szülei féltettek tőle, nem akarták, hogy egy ilyen senki, egy ilyen apátlan, anyátlan árva ráakaszkodjon. De tulajdonképpen Filipnek ez egy kényelmes helyzet volt, megszokta, hogy Violet vezeti a háztartást, gondoskodik mindenről, és hát tulajdonképpen kettejük helyett is ő végzi a munkát, mert először egy vasúti sorompóhoz kerülnek egy szolgálati lakásba, és felváltva tulajdonképpen ők azok, akik a, a sorompót sorompot leengedik a menetrend szerint, és ehhez alkalmazkodva, hogy ne történjen semmiféle szerencsétlenség. Violet viszont tulajdonképpen kettejük helyett dolgozik, neki így is jó, Filip eltűnik, motorozik, sokszor nem is jön haza napokig, tehát egy elkényeztetett szép fiúról van szó, aki éjszakánként kimarad, és ha megjön, akkor idegen nők illatát árasztja és hát nem mennek szét a szülők rosszallása ellenére is, mert a férnek ez, ez nyilván kell kellemes, és, és mindene megvan, mindenről gondoskodnak, és közben megszületik a gyerekük is, egy kislány. Tehát apránként tárul fel a, a könyvben uh, élettörténete, és persze nem csak az övé, mert Temető gondokként ő feljegyzi a temetési beszédeket, figyeli az embereket, akik a szeretteik sírjához kilátogatnak, és így is különleges emberi sorsokat ismer meg meg furcsa kapcsolatokat. Tehát akadnak, akik titokban járnak ki a sírokhoz, mert előfordul, hogy valaki titkos kapcsolat fűzött az elhunythoz. És hát a szerető érthetően nem akar találkozni az özvegyel de a Violet különleges temetési szertartásokat is feljegyez, olyanokat, amik tele vannak szeretettel megbecsüléssel, de a megemlékezésen felidézik az elhunyt vidámságát, kedvességét, életörömöt sugárzó dal, kedvenc dalát, és a temetés elkezd buli hangulatot árasztani, mert ilyen is van. Tehát ez a hangulat, eh, ahogyan ez kiderül, sokkal jobban hozzá tartozik az elhúnythoz, mint a, mint a, szomorúság. És hát aztán vannak, van akik időnként az ő konyhájában találnak menedéket, Violet megkínálja teával őket, vagy ön nekik egy kis szíverősítőt, és ettől megered a nyelvük, és elmesélik az életüket, kibeszélik magukból a bánatot, vagy egy, -egy furcsa kapcsolat emlékét. És hát a, a, Konyhájában gyűlnek össze a munkatársai, a sírások, a pap, és nekik is összeüt olykor egy kis harapnivalót. Tehát a temető gondnokháza, az alsó szintje erre is van berendezve, ezért ilyen személytelen, mert alkalmas a vendégfogadásra. Az emelet viszont, amióta a férje teljesen eltűnt, az teljesen személyessé változott, csupa szín és rózsai illat, mert a rózsa a Violet kedvenc virága, és hát rózsai a krémje, a parfümje, és ez a kettőség, ez a, ez a, rejtőzés, az öltözködését is jellemzi, hogy van egy alsó ruházat, a, amiből, ami időnként piros, vagy, vagy rózsaszínű, és hát ö, fölötte viszont szürke köpenyt ö, hord, visszafogottan öltözik, ahogyan egy temető légköréhez illik, hiszen a temetőben gyászolókat ö, kell fogadnia. Tehát egy szürke köntös vagy kabát mindig van rajta. És hát ezt a kettősséget felfedezi egy látogatója is, Zsűrien, aki Marseille-ből érkezik ebbe a csendes kisvárosi temetőbe, mert az anyja úgy rendelkezett, hogy a hanvait itt helyezzék el egy bizonyos Gabriel Prudent, egy híres ügyvéd sírjában. Hát Julien ez teljesen ö, váratlanul éri, ö, ő egyébként nyomozó, rendőrnyomozó, de, de, de döbbenten feje, fedezi fel ezt a helyet, és, ö, és ö, semmit sem tudott a, az anyja és a férfi kapcsolatáról, és szeretne választ kapni a kérdésre, hogy miért akar itt örök nyughelyet az anyja. És hát persze nem csak a saját anyja után nyomoz, hanem azt is kideríti, hogy hol van Filip. Úgyhogy nagyon érdekes ebből a szempontból a regény, mert a regény a második felében, tehát ebben a 600 oldalban megismerjük Filip életét is, az ő szempontjait, az ő mozgatorugait, és kiderül, hogy semmi sem teljesen fekete vagy fehér és sokkal árnyaltabb a kép, mint hogy első látásra ítélkezzünk, és, és nagyon érdekes, hogy így, így párhuzamosan futnak a történetek, tehát Violet életébe is mindig előbbre haladunk, megismerjük a, a, a temetői történeteket, megismerjük tulajdonképpen e, Julien anyjának a kötődését, mi a mi ennek a szerelemnek, a Gabrielhez fűződő szerelemnek a, a, a kezdete, e, hogyan lehetett ezt eltitkolni, és, és hát mit jelentett számára ez a kapcsolat. Tehát egy fokról fokra haladunk a történetben, és megismerjük azt a azt a tragédiát is, amit Violet és Filip átélt. Valóságos nyomozás tanúi vagyunk, hiszen kiderül végül, nem akarom lelőni a poént, hogy mi történt a gyerekükkel. És az, azon vesszük észre magunkat, hogy tulajdonképpen nagyszerűen haladunk ebben a, ebben a 600 oldalas történetben. Olyan, mintha egy kaleidoszkópot látnánk, hogy kis szilánkokat kapunk az egyes fejezetekben, és a végén ez a kaleidoszkóp, a, a, a kép összeáll bennünk, és kiderül, hogy az ember a, az óriási tragédiák után is képes, felállni, és újra kezdeni, és amikor azt hisszük, hogy megállt velünk az idő, a veszteségünk akkora, hogy örökre elveszítettük az öröm képességét, akkor kiderül, hogy igenis van másodvirágzás, ahogyan a, a cím is mondja, de hát ehhez szembe kell nézni őszintén a múlttal, feltárni és megérteni mindent, és szembenézni a problémákkal, és ez egy fájdalmas folyamat, de időt kell adni, hogy a sebek, behegedjenek, és akkor van esély az újrakezdésre, a másodvirágzásra. Azt remélem, hogy mások, is, mások számára is ilyen élményt jelent, majd elmélyülni ebben a 600 oldalban. Érdemes tehát előjegyezni a Vörösmarty könyvtárban. Emberi életeket. Ismerhetünk meg valójában, hiszen több ember életét meséli el az író. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást Gombkötő Ginának, a Vörös Marti Mihály Könyvtár munkatársának.